az, avagy nem, amit érzek kedvemben. Avagy ha az nem szerelem, hát mi a hiszi? Kisfaludy Károly első 1817-ben írt vígjátékát, a Kérőket mutatta be a Leányfalui Szekérszínház a Pócsmegyeri Rendezvényközpontban. A Póka Éva Kölcsey díjas színművész által alakított társulat idén már 15 éves fennállását ünnepli. A Vándor Színház ötletét a kezdeti magyar színjátszás híres színésznője Dériné Széppataki Róza Eckhorstekere, valamint az első magyar színigazgató Kelemen László és országjáró társulata adta. A közel 200 évvel később megalakult Szekérszínház tagjainak célja tavasztól őszig járni a vidéket, hirdetni a szép magyar nyelvet, felidézni a régi vásári játékokat. A társulat nevéhez hűen felújítatott egy szekeret, amely a faluház kertjében hirdeti, Leányfalun hivatásos színház működik, ma már közel 60 taggal. Teljesen tárt karokkal várok fiatalokat, de én figyelem, hogy ki, hol, hogyan dolgozik. Én állandó színházjáró vagyok, tehát évi 50-70 darabot megnézek, keresek színészt, keresek olyan színészt, aki talán nincs is favorizálva, nincs is megfizetve. Nem tudom, hogy minek alapján, de szimpátia, és én nagyon szeretem a fiatalokat, tele vagyunk kedves, szép, tehetséges fiatalokkal, és nem mondja senki, hogy nem. Kicsit parlagon vannak, nincsenek kihasználva eléggé, az idősek sem megbecsülve. Márpedig a darab, mindegyik darab úgy áll föl, hogy több generáció van benne, és én ehhez hű vagyok, mert hogy butaság lenne, hogy most én játszak egy ilyen 30-40 éves gyönyörű dívát. Ugyan, csodálatos idős 60 fölöttieknek való szerep van. Csodálatos. Póka Éva, a társulat vezetője elmondta, fontosnak tartja, hogy a Szekérszínház értéket közvetítsen. A ma már közel 20 darabból álló repertoárjukban olyan magyar művek találhatóak, amelyek történetükkel, karaktereikkel, illetve a szereplők ruháin keresztül mutatják be az ország kultúráját. Valamint rávilágítanak ma is aktuális problémákra és mondani valóval rendelkeznek a közönség számára. Úgy döntöttünk, hogy olyan darabokat fogunk játszani, amit ma nem játszanak. Tehát nem favorizál darabokat, nem musicaleket és nem operetteket. A színművek nagyjából ki vannak hagyva. Ki vannak hagyva azok a diák színjátszó csoportok, akik írták régen a pálosok. Ezeket az 1700 és 1800-ban írt nagyon érdekes darabokat. Aztán elmentünk egészen Móricig, de közben még használtuk egy kicsit Jókait, mint ma Kisfaludit. Kisfaludinak három darabját dolgoztuk eddig föl. Tehát Jókai és hát Móricot nem lehet kihagyni, Leányfalui Szekérszínház. Móricnak két olyan darabját vettük, mint a Szerelem. Ezek ilyen 8-10-15 perces jelenetek, és a Ludas Matyi. A Ludas Matyiban az új és más, hogy szerelme van a Matyinak, mert milyen aranyos, hogy... És ebbe a gyönyörű leányba beleszeret Döbrögi, de hát nem megy vele semmire, és ami még nagyon meglepő, hogy harmadszor nem veri el, hanem megbocsát. A Kérők című vígjáték témáját Kisfaludy Károly a korabeli 19. század elejé vidéki nemesi életből merítette. Kifigurázó szereplőit ironikusan, ugyanakkor humorosan ábrázolta. A rendező színművész kiemelte, a több mint 200 éves darab teli van a mai ember számára is üzenetekkel. Amiért még megtetszett a mai előadás, teljesen tele van Molière-i játékokkal, geggekkel, ma geggeknek mondjuk, és játszható helyzetekkel. Igaz, hogy nagyon nehéz a szöveg. De ha a mi játékunkkal közelebb hozzuk az emberekhez, tehát ilyen kicsit erős, majdnem komédia dell'arte, majdnem vásári komédiát súroló játékstílussal, akkor szerintem érthető. Én az érzés tengerében úszom, és elsüllyednék, ha a kisasszony szívében nem kapaszkodhatnám. A derűs hangulatú darabban Baltafi kapitány eladósorba került lányának keres férjet.
Több jelentkező is akad, ám Máli már másnak adta a szívét, választottja pedig nem más, mint fogadott testvére Károly. A hősszerelmest alakító Smál Szilaj Gábor a Váci ESTV hírolvasója. Színésze és műszaki vezetője a Váci Dunakanyar Színháznak, illetve tagja az 1997 óta működő Fónai Humánia Társulatnak is. Néhány éve csatlakozott a Szekér Színházhoz, ahol először Móricz Zsigmond Szerelem című darabjában játszott, majd Jókai Mór a Debreceni Lunátikus, a Kocsonya Mihály Házassága, most pedig a Kérők című előadásban kapott szerepet. Megyek kikibálni a dolgot, mire a nap leszáll. Nem tudom, mit árja fel inkább az ember szívét. Az aranye, vagy a hív szerelem. Amikor elkezdtük darabot próbálni, nekem nem tetszett, mert egy ilyen kis nyámnyila visszahúzódó karaktert láttam benne, de aztán, ahogy megérett az egész, és a darab is ugye körvonalazódott, akkor azért kirajzolódott, hogy azok az erények benne, amikre lehet építeni, és elvei vannak, és ő azt fogja mondani, hogy nem, akkor sem csalom meg az atyámat, és én elmegyek inkább katonának, de őt nem akarom megbántani. A Málit játszó király orsolya elmondta, eleinte nem állt közel hozzá a szerep, mert azt gondolta, hogy csupán egy szerelmes naívát kell megformálnia. A próbák folyamán azonban egyre jobban felfedezte benne a harcost, aki pusztán nem találja az eszközét a küzdelemhez. Én egészen kicsi koromban döntöttem el, hogy színésznő szeretnék lenni, és amikor azt vettem észre, hogy az iskolai versmondások, meg ünnepi szereplések már nem elegendőek, hogy ehhez az út, vagy erre az útra rálépjek teljes erővel, akkor édesanyámmal kerestünk valami plusz megoldást, és így kerültem a Póka Évának a stúdiójába. Pont mostanában számolgattuk, hogy már több mint 10 éve ismerjük egymást az Évával, eleinte a stúdióban, mint tanítványa, és aztán szerencsére behozott a Szekér Színházba. Voltam én már táncos is, először egy kisebb szerep, egy ilyen, hát mint itt a Lidinek a szerepe, egy cserfes szolgáló lány voltam a Gyapai Márton Feleségféltő című előadásban, de csak mint beugró, aztán utána már táncosként is, és aztán már nem is tudom hány darabba szerepeltem azóta. Az édesapát, Baltafi kapitányt megformáló Nátházi Péter, a Szarvasi Kervinusz Teátrum nívódíjas színművésze. 1981-ben végzett a Színház és Filmművészeti Főiskolán. Pályafutása során az ország számos nagyvárosának színpadán megfordult már. Az Évával már, hát nem is tudom, 78 óta ismerjük egymást, mert egy évvel fölöttem végzett a főiskolán. Aztán utána hosszan-hosszan nem találkoztunk, ezer felé voltunk, és akkor eljött megnézni a Bogáncs című mesejátékot, és akkor rögtön azt mondta, hogy ő most szeretne, mondtam, jó, szóljál. Szólt, és akkor bekerültem a csapatba. Két kérő, Perföldi ügyész és Báró Szélházi verseng Máli kezéért. A szegletes jogászt alakító Ince Máté az új színház színésze, édesapja Ince József színművész. Szumitálom szívemet a kisasszony kegyes judíciuma alá, remélvén, hogy favorábilis szentenciát nyerek, és elvégzem szívemnek imboltus perét. Egy szipporó. Tulajdonképpen én a színházban nőttem föl. Soha az életem folyamán, gyerekkoromban nem gondoltam, hogy én színész leszek. Pont amiatt, mert az iskolában, meg az egész környezetem mindig azt súlykolta belém, hogy színész gyerek, biztos színész lesz belőle. És ez egyfajta gátat állított fel bennem, hogy tulajdonképpen nem biztos, hogy ez az én saját választott utam. De aztán mégis a gimnázium végén azt mondtam, hogy adok neki egy esélyt, mert hiányzott a színház, maga az egész légkör. És elmentem az új színházba, és ott bekerültem egy gyerekdarabba, ahol statisztáltam, és azonnal megfogott a világ, és úgy gondoltam, hogy ez mehet. De nekem pénz kell! Sok pénz kell! Ne szerencse! Mely kaland? Meglát! Belém szeret! És mentem megvallja, hogy ő a kapitány édes leánya, aki ez a hagyon jár. De nem is tudom, hogy belém hamarodott. Báró Szélházi megformálója Kecskeméti Róbert, színész énekes.
Pályafutása során alakított már több a hozományvadász kérő humoros karakteréhez hasonló szerepet. Kiemelte, hálás feladat a színész számára ezeket a figurákat eljátszani. Hát jelenleg egy zenés vígjátékban félig meddig ugye musicalnek is lehetne nevezni, az Ancónai szerelmesekben játszom Luigi del Solót, illetve zenés vígjátékban a Hippolyta lakájban szintén egy ellenbó, mivel ehhez még tulajdonképpen valamelyest hasonlító figurát játszom, a Makács Csabát, aki szintén a ház szép fiatal leányára akar lecsapni, mert ugye ő rangos előkelő, de a szerelem az győz végül ott is, úgyhogy ott is pórújárok, ez általában ez jut nekem, de ez nem baj, ezek szerencsére hálás szerepek. A darab másik komikus szerepében Baltafi kapitány nővéreként Póka Éva tűnt fel a színpadon. Amikor elveszni feleségot, csak sírjál, szokogjál el, de vízzak. Én, amikor az én drága úra mellett feleségül, 12-szer elájultam. Tudtam volna én többször is, de nem volt hely, és a már olyan szép volt, bepisztáltatom. Na most megyek rá. Márka, legalább 12-szer. Egy nagyon hálás karakter. Ez úgy, mint hogy a szélházi. Szóval mi ketten sajnos bármit csinálunk, jól meg van írva, mókás a jelmezünk, tehát nekünk nagy szerencsénk van. Míg a többiek nagyon-nagyon küszködnek és nehéz szöveget, szegények nem tapsal mennek ki, ám bár ők viszik a darabot a vállukon. A Ferenc Káplárt alakító Kovács Balázs a társulat legfiatalabb tagja. Én 2-3 éve kerültem be a Szekér Színházba, szintén a váci kötődések miatt, én is a Fóné Humánia Társulatnak vagyok a tagja. Most már 5. vagy 6. éve, nem emlékszem pontosan. És először az Arany 10 Musical Stúdióba hívott meg magához Éva egy vendégszereplésre, azóta ott is folyamatosan közreműködöm. Illetve utána nekem a Ludas Matyi volt az első szerepem a Szekér Színházban. És azóta együttműködöm velük, ahogy időm engedi, minél többet. A történet szálait Baltafi fogadott leánya, Lidi, egy tűzről pattant, bátorszavú lány mozgatja. Az őt megformáló Deák Fruzsina elmondta, személyiségében valamelyest hasonlít a temperamentumos lányhoz. A cselszövő lány, aki megbolygatja a dolgokat, és a végén a happy endet előteremti, és az az érdekes, a gimnáziumban én már játszottam ezt a darabot, a fiatalabb szerepet, a Málit, és hát most így felnőtt színészként nagyon érdekes volt újra játszani, és rájöttem, hogy nagyon nehéz a szövege, ugye a gimnáziumban nem, ilyeneken nem gondolkodtunk, csak csináltuk, úgyhogy gyönyörű, nehéz szöveg, és nagyon-nagyon jó, hálás szerep. Póka Éva elmondta, a Szekér Színház a költészet napjához kapcsolódóan Arany János balladáiból állított össze egy zenés előadást. Az ország leggazdagabb szókincsel rendelkező és legnagyobb ballada költőjének 3 művét dolgozta fel a társulat. Bár a ballada alapjában véve egy tragikus eseményt elbeszélő műfaj, a színészrendező kiemelte, úgy válogatta ki a műveket, hogy mosolyt csaljon a nézők arcára. De én megint a vidámságra mentem rá. A bajusz, hogy biztos ismeri sok a közönség, hogy a bajusz miről szól, hogy már mindenkinek van a faluba bajusza, csak György gazdának nincs, és már mindenki át tudja ejteni, ennek ez a humora. A fülemülében pedig mindenki úgy csinálja, hogy a fülemül egy műmadár, meg itt. Én egy gyönyörű kis finom virágszál leány énekel, állandóan énekel. És hát mindenki beleszeret a hangjába a fülemülének, egy gyönyörű madár, és aztán majd a bíró eldönti, hogy kinek fütyüljön. Pénzért. De ezt is ilyen humorral próbáljuk, mert sajnos ma is a pénz beszél. Mindig beszélt, ugye? Nem mondtunk újat. És a harmadik pedig egyetlen vidám balladája, a Pázmádlovak, egy csókot csen Mátyás király áruhában Éva asszonytól, Pázmádlovak feleségétől, és ebből jön a nagy galiba. Na, szóval van teendőnk rengeteg. Szervezni kell, pályázni kell,
És akkor úgy érzem, hogy a szekér menni fog tovább. Újabb 15 évet.